a Csorbagyőző könyvtár keretein belül tudtuk megrendezni, melynek Mohácsi könyvtáros vezetője Schmidt Kovács Diana közreműködésével jöhetett létre. Az est folyamán közreműködik Bishop Bíborka, negyedik osztályos tanuló, és a mai estén Sárkány Kázmér zené és irodalom című előadását Koresti Mónika közreműködésével hallgatjuk. Fogadják őket nagy szeretettel! Jó estét kívánok! Szárvasztok! Nagyon nagy örömmel jöttem. Nem gondoltam, hogy ennyi lesznek, úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődést. Remélem, amikor elmentem, akkor is tartani fog ez a hozzám való nincs mi. Jó? A műsort úgy állítottuk össze, vagy úgy állítottam össze, hogy a József Attila születésének évfordulóján van áprilisban a költészet napja. És a költészet napjára olyan műveket választottunk, főleg magyar műveket, egy kivételével, amelyek irodalmi, vagy vers, vagy irodalom az alapja. De hát ha jól végig gondoljuk, akkor minden előadás, legyen az magyar nóta, vagy könnyű zene, minden irodalmon alapszik. Úgyhogy az első nóta, azt úgy választottam, hogy sokat kellene beszélnem arról, hogy ki a zeneszerző, ki az író, de azt hiszem, mivel Himesházán vagyunk, ha megbocsátják, vagy megbocsátjátok nekem, akkor inkább személyessé teszem az előadást, és csak röviden emlékezünk meg arról, hogy ki a zeneszerző, ki az író, mert hogy én 19 éve szűri vagyok, Szűrben lakom, de hogyha 68-ból kivonjuk a 19-et, akkor az a többi, mint Himesházához köt. Az első nóta, kicsit kell puskáznom, amikor énekelek, akkor nem. Érdekes, hogy a szöveget elég jól meg tudom tanulni, a dallamot könnyű. De amikor beszélni kell, akkor muszáj hozzá egy kis szamárvezető. Úgyhogy az első nóta az Jókai Mór regénye alapján készült, Cigánybáró Jókai Mór regénye, amit Johann Strauss zenésített meg. És ami nagyon érdekes, hogy Strauss már dolgozott rajta a zenén, amikor Jókainak még meg sem jelent a regénye. 1885-ben jelent meg Magyarországon a nyomtatásban a kisregény. Ugyanebben az évben már Bécsben bemutatták a Cigánybárót. A történet arról szól, hogy a bácskai földesúr fiából hogy lesz cigányok bárója, hogy találja meg a mérhetetlen kincset, és a mérhetetlen kincsel együtt a csodaszép török lány szerelmét. Hogyha Strauss nem foglalkozott volna a darabbal, akkor sohasem lett volna világhírű, de így Jókai Mór regénye világhírűvé vált. Ebből szeretnék egy részletet énekelni, és mindjárt kötni Himesházához, mert ugye majdnem mindenki, vagy nagyon sokan tudják, hogy én itt kezdtem az életet a Marekban érettségizve, a Hímesi TSZ-ben voltam traktoros brigádvezető, tehenész brigádvezető, bérel számoló, növénytermesztő brigádvezető, és mivel az egyetlen bariton szám, amit el lehet énekelni, mert ugye az énekesek között van tenor a legmagasabb hang, bariton a középső, ez vagyok én, és van basszus, mint például a Gregor volt. A bariton szerep egyetlen egy van, Zsupán. Zsupán, aki eredetileg Loncsár nevű, a regényben egy Loncsár nevű disznókereskedő volt, és van egy disznós nóta, amit szeretnék elénekelni most, kötődve egy kicsit a TSZ-hez, mert nagyon sokat keresgéltem, de tehenész nóta nincs. És
gondoltam, nagyon szerettem volna, hogyha a 10 éves időszakomból két ember itt lenne, Horváth Pityu és Beréti Toncsi, de Beréti Toncsi meghalt. Horváth Pityuról meg hallom, hogy eléggé nem nagyon járunk sehova, de muszáj megemlítenem, hogyha itt lenne, vagy ha nincs is itt, ezt neki ajánlom, mert ő a Sertés telepen dolgozott nyugdíjazásáig. Tehát csupán belépője a cigányháborúból. Jó az írt a firka nékem, sose voltam mesterségem, maradó gyerekkorban, csak sertések közt voltam, a környezetben bárja, ezer villám és sertésvész, külön a disznó hára, mert ahhoz nem kell ész. Strázsamester voltam, aztán annak köszönhető az előadó az, hogy ezt énekelhettem, hogy Csúrja Tamás nevű kollégám, amikor én 35 éves voltam, és ő 30, meghalt a felesége egy autóbalesetben, és másnap öngyilkos lett. És én mögötte, ő volt a babó, én voltam a strázsamester, és annak köszönhető, hogy én megkaptam a szerepet, hogy kiesett, én meg előléptem. És aztán körülbelül 20-21 évig énekeltem ezt a szerepet, amíg Petrovics Emil egyszer azt nem mondta, hogy Sárkány, jövőre maga ezt már nem énekli. Szóval mi baj van, főigazgató? Szóval nem, azzal nincs probléma, hogy énekli. Azzal van a probléma, hogy maga a nagyapja lehetne az Iruskán. És ebben igaza van, mert a harmadik felvonásban, amikor János Vitéz és Iruska, vagy János Vitéz és Magó elmennek keresni Iruskát, és megtalálják a Tündérországban, ugye bedobja a rózsát, Iruska feljő a mélyből, és találkoznak, és Tündérország királya lesz az eredeti Petőfi szerint.
Kacsó Pongrád szerint hazaköltöznek és babákat szülnek. Na mindegy, a lényeg az, hogy a harmadik felvonás tényleg arról szól, hogy keresik a Tündérországot, vagy egyáltalán Iluskát, fogalmuk sincs, merre menjenek, és akkor miért jöttél velem, kérdezi János Vitéz Babót, és mondja, hogy akkorka legényke voltam, mint az összeöklöm, és már napestig ott kújtorogtam az ablakuk alatt. Szeretem a violádat, pajtás, ezért jöttem veled. Na hát a nagyapa nem kújtoroghatott az ablak alatt, és ebben igazából. Úgyhogy hát elnézést kérek, egy csomó mindent leírtam, hogy mit kéne elmondanom, de egye meg a fene, jó? Úgyhogy most akkor, ja, még azt azért elmondom, hogy hát, ha itt személyesebbé lehet tenni a dolgot, két dolgot kell ezzel kapcsolatban elmondom, mert ez az egy rózsaszál, amiről beszélünk, hogy én ezt a focipályán, kissé alkoholgőzősen, már a Hímesi focipályán, kissé alkoholgőzősen Horváth Pityutól és Beréti Toncsitól tanultam meg. Beréti Toncsi felesége, Magdi mindig mondta, hogy úgy szeretném, ha énekelnél, de sajnálom, hogy most nincs itt. És amikor megkaptam a szerepet, akkor nagyon nagy bajba kerültem, mert ugye a focipályán megtanultuk, hogy rúzsaszál, szemben beszél, és semmivel nem kínlódtam ennyit, legyen az mesterdalnok Beckmesserre, vagy Figaro házassága Figaro, vagy Szevélyei Bordé Figaro, meg másik szerep. Semmivel nem kínlódtam annyit, mint ezzel a rózsaszállal, hogy négy negyedbe kell tenni, négy negyedbe kell beleférnie. Mert az ember megtanulta így, ahogy a kocsmában, meg a fotballpályán éreztem, és a karmester állandóan kocogott, hogy sárkány, hát tanult már meg, és nagyon nehezen ment. De most igyekszem bebizonyítani, hogy megtanultam rendesen, jó? Ez akkor van a második felvonásban, János Vitéz megmenti a francia királyt az ellenségtől, a törököktől. Ez a mese az egész, ugye, mert ugye ott kerülnek a törökök Franciaországba, mindegy. És amikor neki ígérik a francia királylány, akkor egyszer csak megjelenik Babó azzal a hírrel, hogy Iluska meghalt. És hozott a sírjáról egy rózsát, ami az eredetiben úgy van, hogy János Vitéz megy haza, és a szomszéd kislánytól tudja, hogy meghal, és fogja a rózsát a sírjáról, és viszi magával. Elnézést kérek, de úgy kiszárad a szám az izgalomtól. Úgyhogy most ezt szeretném. Jó? Hogy te elmentél, nem volt a konosz mostohára kitől tartania. Szegény lelkem virágon beteg lett, akkor is verte, aztán egy rózsaszál szemben beszél, mint a legszerelmesebb levél. Nem tud az írni, aki tűltem, mert aki tűltem már nem él. Nyugszik a csöndes temetőben, szemét lezárta Tudod, hűséges szem.
Mindenképpen érdekességként el szeretnék mondani, hogy a
Hár János azért nagyon fontos a magyar kulturális életben, meg egyáltalán a színházban, meg az opera azért játssza ezt a daljátékot, mert Zarai János, amikor 1843-ban megírta az Obsítost, ami a Hár Jánosnak az alapja, az olyan szempontból nagyon érdekes, hogy nagyon közel volt hozzánk, Szekszárdon élt. És valószínűleg egy szekszárdi kocsmában hallotta. Ugye vannak itt olyan emberek, akik velem egykorúak, vagy kicsivel fiatalabbak, azok tudják, aki volt katona, az tudja, hogy amikor a katonaság elmúlik 20-30 éve, akkor olyanokat találunk ki, mint Hár János. A fele sem volt igaz. De örülünk, hogy a kocsmában tátott szájjal hallgatják. Még mit szerettem volna mondani? Ha majd eszembe jut menet közben, akkor majd még beszélek volna, jó? Ja, hogy a Garai János fél évben nincs például Őrzse, ugye az Őrzse a szerelem, az a szerelmi szálnak lennie kell, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy, vagy ezt már mondtam, hogy a népdal ezzel a darabbal került be először Magyarországon a színházakba. Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy a Székelyfonó, de a Hár János előbb volt, népdalokra van felfűzve. És most a énekeljük el a toborzót, amelyet Majlandban énekel, a Hár János, és a katonák adják a kórust. Most azt szeretném kérni, hát mindenki ismeri a toborzót, a jó lovas katonának, igaz? Hogy amikor odaérünk, hogy élet, begyöngy élet, és ismételjük. Mind a két verszakot megismételjük, az ismétlést szeretném, ha a közönség vele énekelné, mert majd lesz még egy olyan szám itt kicsit később, amit szeretnék közösen énekelni. A toborzó lesz, amit gyakorlunk. Jó? Oh!
De hát ugye ezek a nóták, amiket én itt megpróbálok megismertetni, vagy szerencsére egy csomó valami ismerős, ez egy olyan dal, Radnóti Miklós versére készült. Radnóti, aki ugye 44 vagy 45 telén, meg 45 telén a világháború vége előtt Győr mellett valahol meghalt, mert munkaszolgálatos volt. Ez a mű, amiről szó van, ezt Radnóti 1941-ben írta, az első munkaszolgálata idején. Nem nagyon pontosan értem, mert ugye az embernek van egyfajta elképzelése arról, hogy ki hova született, miért született, minek született, és aztán munkaszolgálatos lett. De hogy lehetett, hogy háromszor is munkaszolgálatos lett, hogy a barátai, vagy az ismerősei, vagy a jó akarói segítségével hazajutott, aztán megint munkaszolgálatos lett, megint elment. És végül is az utolsó előtti versét, a harmadik Rasztgernicát, azt Mohácson írta 1945 tavaszán, és az utolsót valahol Mohácstól nem messze, és aztán legközelebb már csak 46-ban találták meg a holttestét. És csak feltételezik, hogy ő volt, mert a versei ott lapultak a kabát zsebében. Tudja valaki, hogy a Rasztgernica mit jelent? Mert én nem tudtam, muszáj volt utána néznem. Levelező lapot jelent. Szerbül, horvátul, nem tudom én, a délszlávul, és mert nem volt papír, és levelező lapokra írta az utolsó verseit, és ezért a harmadik Rasztgernica az azt jelenti számomra, hogy a harmadik levelező lap, a negyedik volt az utolsó. Szóval ezt a művét, ami Nyugtalan őszül című versét 1941-ben írta, és ugyanúgy, ahogy a zeneszerzők, meg a szövegírók, a Hár Jánosnál, vagy a János Vitéznél, vagy Traviátánál, vagy bárminél van egy alapmű, azt valaki átírja. Ma, amikor az ember énekelt a színházban, minden rendező átírta egy kicsit a szöveget. Itt talán nem utolérhető, de amikor a Figaro házasságát, vagy Szeviai Borbét énekeltünk, ahány rendező, annyiféle szöveg, mondjuk például a Bánbannal nem nagyon fordult elő. Egyszer módosították, és akkor az évtizedekig úgy ment. De az ilyen daraboknál valószínűleg azért, mert aki átírja, az jó kiadtak. És akkor, ha egyszer megtanultál egy szerepet, át kell tanulni ugyanazt a szerepet, mintha idegen nyelv lenne, mert vannak szavak, amikhez hozzákötöd a darabot, és most más szöveget kell énekelni. Na mindegy, ezt csak mellékesen említem meg. Itt a Szőlősi András, zeneszerző és zenetudós, aki főleg zenetudós volt, mert Kodályt és Bartókot népszerűsítette világszerte, ezért aztán Franciaországban lovagrendet is kapott, tiszti lovagrendet kapott Bartók Béla népszerűsítéséért, vagy a Bartók Béla életművének a propagálásáért. Ezt a művet 1955-ben írta Varasdi Emminek és Déri Pál nevű baritonistának. Ott már rajta is van, hogy Déri Pál bariton és Varasdi Emmi zongoristának írta. És amikor én zeneakadémista voltam, akkor a Varasdi Emmi éppen a tanszékvezetője volt a énektanszékvezetője volt a zeneakadémiának. És mivel én Simántinál tanultam énekelni, a tanszékvezető volt a korrepetitor, akivel meg kellett tanulni a darabokat, a zongorista. A zongorista, akivel az ember megtanulja a darabot, azt tudják, hogy korrepetitor. Mert ő veri belém az elén. Az énektanár megtanítja a hangokat, meg hogy ne legyél hamis. A zongorista, aki korrepetitor, az megtanítja a művet. Megtanítja, hogy miért ott vegyél levegőt, miért úgy húzd a hangot, szaknyelven miért frazírozzál, miért csinálja ilyen éveket vagy olyan éveket, ezt a zongorista csinálja. Úgyhogy azért, amikor a szóba kerül, hogy mi itt ketten fellépünk, akkor mindig el kell mondanom, és nem véletlenül, hogy Horesti Mónika nem zongorán kísér, hanem zongorán közreműködik. Mert neki sokkal nehezebb dolga van, mint nekem. Mert én ordítom, mint a fába szorul félek, de az elég ő produkálja.
Szőlősiről még annyit, hogy ezt a három tételt, szóval azért említettem a darabokat is, mert Szőlősi három tételt írt, én a középső tételt választottam, mert ebből a három tételből érezni a legjobban, vagy a három tételnek a második tételéből érezni a legjobban, hogy Randóti, mintha érezte volna, hogy milyen véget fog érni. Egy kicsit szomorú, de azt gondolom, nagyon szép. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Egy kortyot iszom, de hogy elkezdjük? Először,
akkor a Müller Ágnak köszönhetően Bíborka kiállt és elmondta ezt a verset. És én annyira le voltam döbbenve, csak ültem, és csak két napulva jutott eszembe, hogy megmondjam neki, de a közönség előtt kellett volna megmondanom, hogy teljesen el vagyok álljóvá a gyerektől. Annyira tehetséges, annyira szépen mondja a verseket, úgyhogy azóta már kértem, hogy mondja máskor is verset, és azt hallottam, hogy nagy sikere volt. Remélem, hogy most is így lesz. Ismeretlen költő, ismeretlen című verse. Elmúlt egy újabb esztendő. Történt jó is, rossz is, elegendő. Idősebbek lettünk egy évvel. Őszhajszálunk gyarapodott szépen. Gondoljunk az idősekre, kik előttünk járnak sok-sok évvel. Gyengülnek és felejtenek. Éppen ezért óvjuk, védjük őket. Tiszteljük a sok-sok munkát, törődést és fáradozást. Tisztelettel, hálatelten köszönjük meg, amit értünk tettek. Szép korúak, örök fiatalok, legyen ma egy vígnapotok. Felejtsétek a bút bánatot, legyen még tengernyi boldog órátok. Ilyenkor az ember egy kicsit meghatódik, és akkor nehéz újra felvenni a fonalat, de igazán volt ugye érthető, szép, fantasztikus a gyerek. Most jön az, amire gyakoroltunk a toborzóban. Petőfi Sándor megint. Petőfi Sándor többször előfordul, végül is hazánk egyik legnagyobb költője. 26 éves volt szűz anyám, én háromszor is kijönnék belőle, szörnyű, de igen. Ami nagyon érdekes, hogy ugye énekeltünk eddig dalt, énekeltünk operát még nem énekeltünk, de majd a félig fogunk, énekeltünk a daljátékból, és most énekeljünk magyar nótát. Én sokáig nem is tudtam, hogy ez Petőfi Sándor verse. Ezt is tanultam a fotballpályán. De mivel ezt nem énekeltem előadáson sehol, ugye nincs ilyen, ezért nem okoz olyan nagy gondot, mint a rózsaszál, ahol bele kell egy négy ütembe tenni a dolgot. Azért csak annyit elmondta az így róla, Szörnyűs Imre volt, Petőfi Sándor, befordultam a konyhára. Ezt mindenki ismeri. Azért is választottam, mert nem opera, nem operett, nem műdal, nem daljáték, magyar nóta. Legyen színes a műsor, ha másképp nem, akkor majd hozok egy ecsetet és bekenem magam. De legyen magyar nóta, befordultam a konyhára. Mindenki ismeri, ugye? Annyit hadd mondjak el, hogy nagyon érdekes, hogy 1843. július augusztusában írta Petőfi Sándor ezt a verset. Zenéjét 1856-ban Szabadi Frank Ignác szerezte Laura Csárdás címén, és csak később fésülték össze a dallamot és a szöveget.
De mennyit kellett dolgozni, mire megtalálták a megfelelő ritmust, meg zenét, meg mindenkit. Nagyon érdekes, nem? De amikor utána néztem, akkor kiderült, hogy más források szerint Balázs Árpád a zeneszerző, de ez nem biztos. Mert Balázs Árpád mai magyar szerző, nyilván ott meg, de nagyon sok magyar nótát írt, és neki is tulajdonítják, de mi maradjunk abban, hogy ezt még az 1800-as években találták ki így, ahogy van. Jó? Úgy csináltuk az zongorával, hogy egy picit lejjebb legyen, mint ahogy írva van, hogy a közönségnek könnyebb legyen énekelni, de megsúgom, nekem is könnyebb énekelni. De nem hiszem, mert az erdőszélű nagy a zsibony larma, ez a kedvenc. Meg az alkázos út. Az az igazság, hogy amikor elkerülök egy társaságba, akkor mindig szóba kerül, hogy aki nem ismer, hogy te énekes vagy, akkor énekelj valamit. És akkor én mindig el szoktam hárítani azzal, hogy és a külvesnek lennék rakettnálatok le is. Ez olyan, az mindig a humorista elmegy, akkor mondj egy viccet. Na, hogy? Na, mi? Most mi is jön? Igen. Most Benár György, Baranyi Ferenc, Pusztai Legenda című művét szeretném elénekelni. Ez Jókai Mór, Sárga Rózsa című regényét alapuló tévéjáték egy betét dala. Behár György volt, a Baranyi is, meg a Behár is a televízióban, meg a rádióban zenei osztályvezetők voltak, és mindenfélét csináltak, és akkor a 60-as években Behár volt a főnök, Baranyi volt a költő, de azt hadd mondjam el büszkén, hogy amikor én a Honvéd együttesbe kerültem, akkor mentünk a Honvéddal vidékre, 60 tagú férfi kórus, ugye hivatásos férfikar, és akkor felszállt Baranyi Ferenc a költő
és én annyira, én nagyon kedvelem őt, már mielőtt megismertem, kedveltem a verseit is, kedveltem is, és gondoltam, hogyha csak egyszer oda köszönhetnék neki, és visszaköszönne. Aztán az élet úgy hozta, hogy nagyon jóban lettem vele, nagyon sok műsorában szerepeltem, nagyon sokat énekeltem vele, és Szőrben is volt kétszer már baráti alapon. Egyszer egy ilyen könyvtári műsorom, és egyszer meg az a nyári... Mit csinálok én nyáron, Hipcű? Falunapi műsorom. Falunapi műsorom, amikor Sümegi Eszter a Mohácsi Kossuth Díjas énekes énekelt vendégként, akkor Baranyi Ferenc, a Kossuth Díjas költő és műfordító szintén itt volt, és ő vezette a műsort. Sokkal frappásabb volt, mint én, de tényleg nem voltam álljóra. De a lényeg az, hogy a Behár megkapta, Zsózs Éva rendezte ezt a darabot annak idején, és a Behár megkapta a rendezés lehetőségét, és fölhívta Baranyit, hogy kellene írni valami öreg betyárnak valami történetet a Kilencjukú hídról. És Baranyi Ferenc nagyon büszkén, aki most 85 éves, úgy meséli, hogy hát ő egy kicsit szerintelenül, hogy ő 10-15 perc alatt összedobta ezt a balladát, egy történetet, hogy lett a Kilencjukú híd, amit én most el fogok énekelni, hogy a betyár ült a kocsmában, a pandúrok jöttek, el akarták vinni, és úgy tudott megmenekülni, hogy a 9 szeretője vagy barátnője ráhajott a folyóra, híd lett belőle, aztán megkörültek. Azért mesélem el, mert amikor 65 vagy 70 éves születésnapja volt a mesternek Óbudai társaskörben, akkor felkért engem erre, hogy énekeljem el ezt az ő művét, de akkor annyira ideges voltam, hogy előbb lebontottam a hidat, aztán később. Aztán a második verszakot énekeltem először, és az első hidat így nézett végig, hogy ebből mi lesz. Úgyhogy most elmondom, ha véletlenül így alakulna most is, akkor tudják. Ja, még azt nem mondjam el, hogy azt muszáj felolvastam, büszke vagyok, hogy büszke lehetek. És a Baranyi azt mondta, hogy ezt, hogyha szóba kerül, akkor mindenképpen mondjam el, hogy Váci Mihály azt írta, ugye, és akkor ja, a történet úgy folytatódik, hogy végül is népdallá nem esedett ez, amit a Baranyi kitalált, és 10 év múlva, amikor visszatért, akkor a szállodában már gyűjtött néphagyományként, hogy a nép ajkán így száll tovább, hogy a 9 kislány megkörült. És ő nagyon büszke erre, és akkor azt muszáj felolvastam, hogy Váci Mihály írta, akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt. Akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt. Akit a nép szívébe zár, nem hal meg soha az. Istennek, ahol tovább
puskát most verjék. Ezerszer, úgyhogy
Úgyhogy január-februárban megjelent a vers, májusban írta, hogy ezerszer, és szeptemberben összeházasodtak a szülők beleegyezése nélkül. Úgyhogy ezt szeretném most elénekelni. Itt is iszom egyet. Mindig iszom egyet. Jó? Azt nézem, hogy hagytam neki valamit, mert hogy a muszáj puskáznom egy kicsit. Vázlatok fel van a tűnő. Valami fontos kitalálni. Ja, még egyet ott mondjak el, hogy észreveszem magam, hogy megállok, visszateszem a kezem, és így kezdődik a dal. És akkor azt a menet közben eszembe jut, hogy egy operaénekes nem fogja a hasát a két kezét összetéve, de akkor igencsak elérzékenyülök, mert az előző kultúrház az a Vályog, aztán épült ez, amikor a Székely Népdalkörrel én itt énekeltem már, és öreg anyám is. És sose felejtem el, így összetette a kezét, fogott egy zsebkendőt a kezébe, és azt én neked, édesanyám is volt nékem, és nekem ez mindig bennem van, ugye ebbe a kultúrházba bejövök, akkor és akkor, amikor így csinálok, akkor tudat alatt öreg anyámmal vagyok. Elnézést. Annyira megy az idő, hogy észre se vettem.
Vég az órának. Mert azt hittem, hogy hamarabb be fogjuk fejezni, mert hogy a tematikától a személyes dolgaim miatt egész jól eltértem, de úgy látszik túl sokat beszéltem. Túlságosan mélyen mentem bele a saját életemben. A következő is egyben utolsó műsorszám. Mindenképpen szerettem volna egy Erkelt, mert amikor falunak van, akkor általában a hazám, az, ami a végén van, de most nem. Ugye bariton, beszéltük róla, hogy tenor, bariton, basszus. És olyan műsorszámokat választottam, amik baritonok általában. És most is egy bariton áriát választottam. Most akkor nem megyek bele bővebben, hogy Erkel Ferenc, meg Egresi Béni, meg Vörösparti Mihály, mindenki rakja össze magának, hogy Vörösparti Mihály írta az, amit most énekelni fogok, ez a boldal. Eredetileg, azért muszáj elmondani, eredetileg Keserű Pohár címmel írt egy Cile és a Hunyadiak című játékhoz írt ezt a dalt, vagy ezt a verset, de aztán nem derül ki Cille és a Hunyadikról semmi, nem lehet feltalálni, hogy volt ez. Aztán később belevette Erkel Ferenc, ugye Vörösparti Mihály a szövegíró, és a tudni kell, hogy Vörösparti Bonyhádnak volt tanító a Perceleknél 9 évig, a gyerekeket tanította, és aztán amikor Vörösparti megírta a szózatot, akkor Egresi Béni volt a szövegíró, vagy a zeneszerző, de nagyon bonyolult a dolog, mert az Erkel-féle bánkbánnak, meg Egresi Béni a szövegírója. És Egresi Béni nagyon fiatalon halt meg, de Egresi Béni mindent csinált, szöveget írt, rendezett, színész is volt. És csak azért muszáj megemlítem, mert a rögönemről beszéltem itt többet, csak egy pillanatig hadd említsen meg, az öreg apámat is, jó? Ezt fel kell vennem a szemüvegemet, mert különben nem jut eszembe, hogy mit írtam fel. Hogy ő a szózat Vörösparti zeneszerzője, Egresi Béli, és a magyar nóta atyának is nevezték, miközben 30-valahány évesen meghalt, mert ő írta a Kossuth nótát például. Meg az, ami is emiatt a legfontosabb volt nekem, mert a nagyapám mindig ezt énekelte. Nem egy rózsamatarlóra, gyenge vagy még a zsarlóra. Ki gondolta volna, hogy Egresi Béli? És ki gondolta volna, hogy egyszer Émas háza lesz szóba kerül? Akkor szeretném elénekelni a boldalt, ugye Keserű Pohár, aztán Keserű Boldal, és ma már csak boldalként emlegetjük. És amikor Péterrel beszélgettünk a előadás előtt, hogy ez nem csak egy könyvtári műsor, program, hanem egyben az október 1-i öregek napjához is kapcsolódunk ezzel, ugye? Jól mondom? És a Viborka nagyon szépen így segített ebben nekünk. Azért el kell mondanom, hogy mivel itt a szüret, mindenkinek van, vagy majdnem mindenkinek van pincéje, hát akkor énekeljük a borról. És majd lesz, hogy így áll, ugye? És akkor ezzel fejezzük be. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hogy őszinte legyek, féltem egy kicsit, hogy 10-20-nál többen nem leszünk. Mert amikor Töttösre mentünk, ez a negyedik előadás ebből a sorozatból, akkor a Töttösiek 4-en voltak, és a Szederkényiek, a barátaim, akikhez szoktam menni szintén énekelni, nem jöttek volna el 25-30-an, akkor 4 embernek énekeltük volna, és hazafelé a Móni kérdezte, hogy és 4 embernek is megcsináltuk volna? Hogy nem? Nem, ugyanolyan jó érzéssel, mint amikor ennyien ülnek, de a 4 ember, aki az időt, az energiát szánta rá, meg kíváncsi volt, annak muszáj. Úgyhogy most nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, és a búcsúzó volt boldog. A férfi lelkedet meg hőnyre föltevéd, s az üdvösségedet könnyel, mint épi szét. Az ok szemében harmasolj, és átkozott felét, s míg a szívedben vágyatok, ez égő sebet üt.
és így áll, mert ki a világ sem áll. Elosztik, mint a bóborék, s marad, mi volt a pusztalék, marad, mi volt a pusztalék. Így áll, így áll, így áll, elosztik, mint a bóborék, s marad, mi volt a pusztalék, marad, mi volt a pusztalék. Lassanként földen ül az élet puszta kép. Gondolj merészet is nagyot, és tedd rá éltedet. Nincs messze bármi sors alatt, ki el nem csökkedett. Gondold meg és jár, örökké a világ sem áll, de amíg áll és amíg él, ront vagy a minden, nem enyél, ront vagy a minden, nem. Tudom, hogy
szárkasok. Hálásan köszönjük, hogy ilyen megható versen köszöntött el a szülőseinket. Nagyon sok szép verset kívánunk, és még sok előadást szeretnénk téged hallani. Szeretnénk gratulálni neked. Köszönjük, hogy eljöttél. Még hozzátenni, szívesen máskor is. Hello.